Szomszédok Zuglóban sorozatunknak két vendége lesz ma, két zenész, de ha úgy nézem, az egyik fizikus is, egyetemi tanár, címzetes egyetemi tanár. Köszöntöm a stúdióban Kugler Sándort és Juhász Bencét. Mi is köszöntjük a nézőket. És negyed századon próbálnánk így gyorsan átrohanni, ha lehet, rövid idő jut erre, de azért persze a Juhász Bence azért van itt, a zenekar, elárulom, a zenekarnak a legifjabb karnagya, hogy aztán a máról is sokat beszéljünk. De azért készülnek ugye a jubileumi koncertre, méghozzá a Szent István Gimnázium Jubileum Szimfonikus Zenekarának az elnökét, vezetőjét szeretném köszönteni Kugler Sándor nevében. Hat pontosítsam egy kicsit, mert a partitúra alapítvány szervezi a zenekarnak az koncertjeit, és én a kuratórium elnöke vagyok, de ez csak egy kis formalitás. Na hát, ha már itt vagyunk, akkor erről a jubileumi koncertről azért beszéljünk egy-két mondatot. Hát a jubileumi koncert, ugyebár a 25 éves, úgy kezdődött, a kezdetekre visszautalnék, hogy 94-ben, amikor a most már Zuglói Filharmóniának nevezett, korábban Szent István Gimnázium szimfonikus zenekara, egy 40 éves évfordulóját ünnepelte. Erre Záborszky József, akit annak idején Pista bácsinak hívtunk, aztán később öregnek. Hát őt nagyon jól ismerjük Zuglóban. Igen, a Pista bácsi nevet sose tudtuk, hogy miért van, de aztán egyszer halála után sajnos elárulta az egyik fia, hogy a második neve Záborszky József, István volt, de a család nem szerette Józsefet valamiért, és azért otthon is Istvánnak hívták, illetve Pistának. Tehát de akkor csak... ő indította a útjára ezt a zenekart, de valójában maguk vették igen. át. Na, ő összehívta ezt a öreg diákokat, akik már régen családanyák, családapák, stb., hogy játsszuk el ezen a koncerten a Erkel ünnepinyitáját. Hát mi összejöttünk, és rájöttünk, hogy mi nagyon szeretnénk tovább muzsikálni. De ugye ez egy amatőr együttes, azért ezt tegyük hozzá, hogy 25 éves amatőr. Hát 25 éves amatőr olyan értelemben, hogy mondjuk a 90% a zenekarnak amatőr, azért van köztünk néhány profi zenész is, aki néha elszabadul a zenekarától, vagy éppen tanár, elszabadul a tanítástól, és jön a próbánkra rendszeresen. Ez természetesen emeli a színvonalat. Ön is fizikus, ugye? Hát én is fizikus vagyok, de van köztünk doktor, számítástechnikus, tanár, stb. Nem akarom sorolni, mert és 25 éve kitartóan zenélnek. 25 éve minden kedden összejövünk a Kolumbusz utcai iskolába, és este fél héttől próbálunk. Új tagokat is toboroztak egyébként? Mennyire zárt közösség ez? Hát kezdetben meg kell, hogy mondjam, eléggé zárt közösség volt, mert volt egy ilyen kemény mag, aki azért most is megvan, és hogyha most elmondanám, hogy honnan járnak el, kikből áll ez a kemény mag, hát jó, kicsit magamra utalva én egyekről járok be, van, aki Nagykovácsiból jár, van, aki Török Bálintról, és még tessék elképzelni, van, aki Győrből fölül a gyors vonatra, és minden kedden eljön a próbára. Igen. És akkor ugye a próbák eredménye, hogy művészetek palotája, zeneakadémia, bazilika, a fellépő helyszíneket sorra véve. Hát igen, már vagy háromszor sikerült elmennünk a művészetek palotájába, sőt, teltházas koncertet is csináltunk ott. Gratulálunk! Ugye? 1700 fő, nem akarok... A jubileumi koncert hol lesz? A jubileumi koncert az a Zeneakadémián lesz, a március 8-án, 8-án fél 8-kor, és egy szerintem nagyon szép koncert lesz. Négy magyar zeneszerzőnek négy szép művét fogjuk eljátszani. Melyek ezek? A Bartók, Kodály, Erkel és Liszt. És a Juhász Bence lesz a karnagy ezen a koncerten? Akkor átadnám neki a szót, ha ő lesz.
Igen, én fogom vezényelni ezt a koncertet március 8-án. Hát az Erkel ünnepi nyitányával fogunk indulni, ahogy 25 éve elindult ez a zenekar, ez lesz az első műsorszámunk. Másodikként Lisztnek a híres Ezdur zongora versenye lesz Pellet Sebestyénnel, aki szintén, ahogy én is, a Szent István konzervatóriumba járt. Jelenleg együtt vagyunk az akadémián, egy intézményben tanulunk tovább. A második felében a zenekar koncertmestere Bocsák Gábor fogja előadni Bartók első hegedű rapszódiáját, és Cimbal mozik, Herencsár Viktória. Köszönöm szépen, és a záró szám pedig Kodály Psalmus Hungaricusa lesz, Molnár András szólistával, akit többen ismerhetnek Bangban szerepéből, nagy Wagner szerepeket énekelt évekig az opera színpadán és külföldön is, és három nagy kórust kértünk fel, hogy működjenek közre, a budapesti Lantos kórust, megkértük a Vasas Művész Együttesnek a Vas Lajos kórusát, és a Liszt Ferenc általános iskolának a gyerekkarát. Hát gratulálok ehhez a műsorrendhez, meg akkor a nagyszámú fellépő sereghez is. Igen, épp hogy csak el fogunk férni, de... És azért itt, ahogy önök itt ülnek, és hogy elképzelem, a nemzedék az akkor tollig képviselve van a zenekarban erősen. Ugye, hogy került fiatalként, ilyen fiatalként a zenekarhoz? Az úgy történt, hogy 2018-ban kerültem másodkarnagyként az együtteshez, az akkori karnagy megkeresésére, és idén szeptemberben kértek meg, hogy vegyem át a zenekarnak az irányítását, amit elfogadtam, és azóta is nagy szeretettel csinálom mindenkit. És a nagy örömünkre meg kell jegyeznem, persze. Nagyon elégedettek. Akkor. Igen, nagyon elégedettek vagyunk erre a felkészülésre. Lelkesedés. Fiatalság, még van bennünk ambíció, de úgy, mint bennünk, mi csak szeretjük a zenét, lassan már azt szabad mondani, de ezt csak viccesen mondtam. Hát aki ilyen nagy repertoár tud összeállítani, azért az egy komoly munka van e mögött, ahogy én igen, és nagyon jó érzés úgy bemenni minden kedden, hogy még megvan az a közös cél, hogy együtt fejlődjünk, és valami művészetileg nagyon is értékelt, hogy nagyon magas színvonalú teljesítményt produkáljunk. Uh-huh. A zenekarról, ahogy hallom, még táborokat is szerveznek. Igen, hát minden évben elmegyünk Tokajba, Záborszky József szülőhelyére. Akkor ez egy emléktábor. Emlék, mert ez nem tagadottan Záborszky József kezdte, hogy járjunk oda, ott volt hát kapcsolat, stb. Meg hát a bor se rossz, ugye, hogy ismerjük, igen, és igen. Többen szeretik közülünk a bor, köztük én is. És azt már azóta csináljuk, vagy 15 éves, ott a helyi kórussal együtt is szoktunk koncertet adni minden évben. Kezdjük szerdán a tábort, és vasárnap szép koncertet adunk az iskola nagytermében. Még visszatérve azért az ön életútjához, mert azért az sem semmi, hogy fizikusként ugye a zeneművelője is lett, de úgy tudom, hogy hangfizikai órákat is beillesztett az oktatási rendbe? Hát ennek van egy hosszabb sztoria, nehéz lesz elmondani ilyen rövid idő alatt, de a lényeg az, mikor kezdődött a konzervatórium, ugye a zenei képzés itt a Kolumbusz utcában, akkor Záborszky István, akkor ő volt még az igazgató, megkért, hogy állítsak össze egy ilyen tanrendet, aminek a lényege körülbelül az, hogy aki nem elég tehetséges, hogy művész legyen, aznak legyen egy ilyen, nevezzük menekülő útvonalnak, hogy elmegy hangtechnikusnak különböző médiákhoz, és ezeknek valami kis alapot adjunk a hangok fizikájával kapcsolatba, és akkor beadtunk el a minisztériumba egy ilyen tantervet, és Újházi Lászlót, aki szegény nemrég halt meg, a rádióból elcsaltuk ennek a tervnek a megvalósítására. Én voltam az elméleti szakember, hogy úgy mondjam, a fizikáról elméletileg beszéltem, ő meg mutatta, hogy kell a mikrofont használni, meg a magnót. És akkor az iskola keretein belül ez egy egyéves kurzus volt? Nem, az iskola belül nem egyéves kurzus, hanem ez a, akkor kezdetben, amikor kezdődött, akkor úgy volt, hogy minden igazgatónak volt két szabad órája, amit ő döntött el, hogy mi legyen a tantervben. És akkor Záborszky István az döntötte, hogy ezek kettő legyen, ezek a hangok fizikája, hangtechnika jellegű oktatás. És ezt csináltunk. Én sok, 5 év után abba hagytam, mert egyetemi elfoglaltságaim nem tették lehetővé, hogy
tovább csináljam, átadtam egy barátomnak. Tehát akkor még most mindig is megy. Ez igen. Mindig megy. És általában milyen az arány a zenész és a ilyen hangfizikus, technikus? Hát nehezett. Tehát kérdezni, talán megkérdezzük Bencét, hát tud többet mondani, nem tudom, őszintén megmondom. A Bence is egyébként ott végzett? Igen, én 2012-ben érettségiztem. Én is hangkultúra szakosként, én tudom, és szolfész szakosként, engem az elmélet része érdekelt így a zenélésnek. Hát, és a karnagyság mikor kezdődött? A karnagyság 11 éves korom van. Már akkor még nem dirigáltam, de hogy akkor jött az első ütés, hogy nekem ezt kéne csinálni, amikor az Erkelben Puccini Turándottját hallgattam, és akkor a szüleim látták, hogy elvarázsolt engem, és én azt kitűztem magamnak célul, hogy hát az ez lesz akkor az irány. Elérve, vagy legalábbis elindult ugye ezen a én pályán. Inkább azt mondom, hogy elindultam, azért még nincsen elérve. Most éppen hol tart? Most éppen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járok, és annak doktori iskolájában tanulok. Most vagyok első éves, és még van 3 évem a doktori fokozat megszerzéséig. Hát akkor előre, fiatalos lendülettel. Nagyon köszönöm, hogy bejöttek a stúdióba, és gratulálok a 25 éves negyedszázados zenekarhoz, és sok sikert a várható koncerthez. Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást, és szeretettel várunk mindenkit a koncertre. Még egyszer az időpont, Zeneakadémia, március 8, 7:30-kor. Köszönjük. Köszönjük szépen.